Tehát Péti Márton vagyok, és a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon felelőse vagyok a Budapesti Corvinus Egyetemen. Ez egy különlegesnek mondható közgazdaságtani, illetve gazdaságtudományi képzési területhez tartozó mesterszak, mert kifejezetten alternatív módon és kritikai megközelítésben foglalkozik a közgazdaságtan tárgyával, tehát itt a gazdasági rendszerekkel, a gazdasági folyamatokkal. Egyrésztről azért, ugye, mert a fenntarthatóságot és a környezeti struktúrákat, azokat a gazdasági folyamatok tényezőinek tekinti, és ugyanúgy egyébként ezeknek a változását is, tehát a klímaváltozást is tulajdonképpen részévé teszi a gazdasági folyamatoknak, mondhatni úgy is csúnya szóval, hogy beározza azokat, de másrésztről pedig ugye ez egy ilyen kettős arculatú szak, ugyanúgy területi szemlélettel is operál, és a földrajzi teret is tényezőnek tekinti itt a piaci folyamatokban, vagy akár termelési folyamatokban. És hát ugye azt érdemes látni, hogy pont ezek azok a megközelítések, amelyek itt azért napjainkban erősen felértékelődnek, és igazából a munkaerőpiac is egyre növekvő mértékben igényel olyan szakembereket, akik magukének vallják ezeket a szemléleteket, ezeket a megközelítéseket. Tehát itt gondolhatunk arra, hogy ugye az energetika, a klímapolitika, ugye akár a környezetgazdaságtani kérdéskörök, környezetmenedzsment az most már elválaszthatatlan, nem csak mondjuk egy kormányzati gazdaságpolitika alakításakor, gazdaságtervezéskor, hanem bizony vállalati szinten is elválaszthatatlan a vállalati menedzsment folyamatoktól. De ugyanúgy azt is láthatjuk, hogy területi szemlélet is hasonló módon felértékelődik. Ennek ugye a nagy dimenziójú geopolitikai, geoökonomiai megközelítése is lecsapódnak nem csak a nemzetgazdasági tervezésben, de ugyanúgy most ezekben a zavaros években, amiket élünk, itt a vállalati folyamatokban is ezek fontos tényezővé válnak, mondjuk a termelés, meg a piacszerzés fontos tényezőivé a geopolitikai összefüggések, de kisebb dimenziókban is, tehát mondjuk akár csak itt országon belül is ez egyre fontosabb tényező, hogy azért a globális folyamatok mellett most erős figyelem és fókusz irányul a regionális és lokális rendszerekre, ez a gazdaság szervezése terén sincsen máshogy. Itt pont ezek a válságok, amiket megtapasztalok tulajdonképpen már 2010-es évek közepe óta, azok mind ennek a jelentőségét támasztják alá, és itt bizony ez fontos, hogy egy térségen belül lehessen szervezni a gazdasági folyamatokat, illetve lehessen kelteni a piacokat. Ez akár még itt Magyarországnak a gazdasági, társadalmi gazdasági területi tervezésében is egy fontos szempont. És hát itt erre még pár érvet fölhoznék, csak nagyon röviden pár diát bemutatnék erről. Például az látható ezen az ábrán, hogy ugye hogy alakultak a különböző tényezőkkel összefüggésben, amelyek mondjuk a vállalati menedzsmentet befolyásoló tényezőkkel összefüggésben, hogy alakultak energiaárok, és azt már láthatjuk, hogy még a háborút megelőző energiaválság kapcsán láthatóvá vált, hogy bizony a környezetpolitika az már most nagyon erőteljesen befolyásolja a vállalatmenedzsmentet, vállalatirányítást. Nem lehet most már mondjuk nagyobb vállalatokat üzemeltetni anélkül, hogy legyen egy környezeti és társadalmi kormányzási dimenziója ennek a vállalatmenedzsmenti tevékenységnek. És hát egyébként nem csak maga a politika az, ami a szakpolitikák azok, amik hatással vannak ezekre a működésekre, hanem maguk a valós folyamatok is, tehát a megtapasztalható klímaváltozási, energetikai piaci folyamatok. De a szak másik témaköre esetében, itt a térség és városfejlesztésben is ugyanezt láthatjuk, számos 21. században híressé vált szerző rámutatott például a városok jelentőségének az emelkedésére, itt a gazdasági és társadalmi folyamatoknak az alakításában. Ed Glaser, The Triumph of the City, az egy legendás mű, de maguk a folyamatok is azt mutatják, hogy érdekes módon az a népesség robbanás, amivel szembesülünk az elmúlt 50-70 évben, az
az valójában egyébként egy városi népesség robbanás, és ami érdekes, hogy ez nem csak a népesség mennyiségében csapódik le, hanem egy Parag Hanna, aki egy ilyen földrajzos közgazdász szakember, a Singapore Egyetemen állította fel ezt a teóriát, hogy tulajdonképpen az egész globális gazdasági teljesítmény is egy-két ilyen megacity cluster szerveződéséhez kötődik, és ez a koncentráció, meg ez az összekapcsoltság egyébként a nagyvárosi övezetek között, és ezeknek a jelentősége a gazdaság szervezésben, ez egyre inkább csak fokozódik. Persze nem csak egy mennyiségi folyamatról beszélhetünk, amikor itt a városfejlesztésekről beszélünk, hanem vagy a városok jelentőségének az emelkedéséről, hanem bizony arról is, hogy a kreativitás helye is a város. Ugye Richard Florida, szintén nagyon híres amerikai közgazdász írt erről. És ez azt is jelenti, hogy bizony, amikor városokat fejlesztünk, akkor úgy kell fejleszteni, hogy ezt a kreativitást, ezt minél inkább kibontakoztathassa az a városi környezet, amit fejlesztünk és hosszú távon kigondolunk, de azt is jelenti, hogy minél inkább a kreativitást magába vonzza a város. De hát ugye nem csak pozitív, vagy legalábbis első látásra pozitívnak tűnő gazdasági jelenségek kötődnek itt a városokhoz, hanem bizony a városok azért felelősek nagyon nagy mértékben a környezet szennyezésére, a környezet terhelésére, és ugyanígy egyébként a klímaváltozást okozó gázok kibocsátásáért is. Illetve ezek azok a helyszínek, amik különösen, akár átlagon felül mondhatni, így elszenvedik a klímaváltozás hatásait, gondolok itt csak a szélsőséges időjárási helyzetekre, a hőhullámokra, az árvizekre, vagy akár éppen a vízhiányra. Tehát épp ez az a kihívás csomag, amit kezelni kell tudni, amikor valaki például az általunk képzett, a műszakunkon képzett szakemberek városfejlesztéssel foglalkoznak. De nem csak a környezeti problémák szempontjából fontos helyszín a város, hanem bizony a társadalmi problémák szempontjából is kifejezetten nagy integrációs kihívások vannak, nem csak a fejlődő, hanem a fejlett világban is a városi térszíneken, és össze is kapcsolódnak ezek a társadalmi és környezeti kihívások mondjuk a várostérségekben, mert bizony a legelesettebb társadalmi rétegek azok legtöbbször azok, akik a legkiszolgáltatottabbak egyébként a klímaváltozás hatásainak. És amikor én városról beszélek, és itt sokat beszéltem városról, csak hát egy ilyen bevezető előadásból mindenről nem lehet beszélni, akkor azért arra is kell gondolni, hogy amikor a városokra fókuszálunk, akkor ugyanúgy fókuszálunk a nem városi térségekre is, ugyanúgy fontos foglalkozni azzal is, hogy mi van a városokon túl. És a szakunk egyébként ilyen szempontból vidékfejlesztési tartalmakat is közvetít, illetve fontos számunkra az, hogy a térségek egységében gondolkozunk, és ilyen képességekkel rendelkező szakembereket képezzünk, ahol és olyan térségek kialakítását segítsük elő ezáltal, ahol a város az felelősen szervezi a saját térségének a gazdaságát, és kezeli egyébként fenntartható módon ezeket a gazdasági, piaci vagy akár társadalmi folyamatokat a térségeken belül. Na most nem meglepő, hogy ilyen témakörökhöz kapcsolódóan olyan tárgyak vannak itt ezen a szakon, amit itt a diákon is, ezen a dián is látunk, tehát a tantárkínálatunkban megtalálható fejlesztéspolitika, a vidékfejlesztés, térség és városfejlesztés, urbanisztika, aztán természetesen regionális és környezeti gazdaságtan, mint a féle alapozó tárgyak, de van itt nálunk társadalmi felelősségvállalás, klímapolitikával kapcsolatos számos tárgy, és ami nagyon fontos, hogy érdekes módszertani ismereteket is közvetítünk, mi például a térinformatikai rendszereknek a kezelésével kapcsolatos ismereteket, vagy akár pályázatírás, forrás szerzéssel kapcsolatos projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteket, ami e tevékenységek ellátásához nagyon fontos. Sokszínű bemenetet kezelünk itt a szakunkon,
Egyébként ez egy küldetésünk is, hogy a legkülönfélebb alapszakokról fogadjunk be hallgatókat, nyilván azért persze releváns alapszakokra kell itt gondolni, de ez azért is fontos, mert a maga a szaknak a közössége, a hallgatói közössége is egy igazi interdisziplinális közösség, és itt a különböző tanulási műveletek során egyébként a hallgatók egymástól is tudnak tanulni. A kimenetünk is sokszínű, tehát ugye a munkaerőpiac számos szegmensét meg tudjuk célozni, tehát nyilván az adja magát, hogy a klímapolitikában, környezetpolitikában, fejlesztéspolitikában, város és térségfejlesztésben számos hallgatónk helyezkedik el. A közigazgatásban itt a minisztériumokra, önkormányzatokra kell gondolni, vagy akár civil szférára, de ugyanígy a tanácsadásban is, tanácsadó cégeknél, az üzleti szférában is sok hallgatónk dolgozik, energetikai, környezetvédelmi, környezetmenedzsmenti, ugyanígy aztán fejlesztéspolitikai, pályázatírási, meg város és térségfejlesztési tanácsadó cégekre és ilyen tevékenységekre kell itt gondolni. De nagyvállalatoknak a környezetmenedzsmenttel vagy társadalmi felelősségvállalással, környezet és társadalmi kormányzással kapcsolatos divízióiban is dolgoznak hallgatóink, nagy örömünkkel. És hát ami fontos még, amit fontos elmondani, hogy aki a mi hallgatónk azért az tagja egy műhelynek is, annak a műhelynek, ami emögött a mesterképzés mögött áll, ez a Kormosz Egyetem Környezet Menedzsment és Földrajzi Műhelye, ez a Fenntartó Fejlődési Intézeten belül működik jelenleg, és igen, egy ilyen közösséget szeretnénk képezni, és sikerül is ezt megteremteni minden évfolyamon, ugye a hallgatóinkból. Ehhez hozzájárul a nagyban az, hogy gyakorlatorientált a képzésünk, nagyon gyakoriak a kiscsoportos munkák, egyéb alternatív módszertanon, oktatási módszertanon megvalósuló kurzusaink vannak, gyakran megyünk terepgyakorlatra, valamikor csak egy-egy fél napra, valamikor egy napra, valamikor több napra, de ezek a megmozdulások minden tanévnek a fontos részét képezik. Aztán maguk az oktatóink is, tehát és legalábbis többen, sokan közülünk kifejezetten nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a saját szakmájukban, hívunk is mindig előadókat is külföldre és Magyarországra is, akár a szakpolitikai rendszerekből, akár a különböző tanácsadó cégektől. És hát igyekszünk bevonni a hallgatóinkat a műhelyünknek a különböző kutatásaiban, és ez is egy fontos küldetésünk. Mire büszkék vagyunk, hogy egyébként mi vagyunk a legnépszerűbb képzőhely Magyarországon. Most ugye ezt már nehezebb megítélni, mert az idei tanévtől kezdődően csak angol nyelvű képzésünk van, de hát ebben is egyébként a legnépszerűbbek vagyunk. Aztán a minőség tekintetében büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az egyetlen úgynevezett ISOP regisztrációval rendelkező képzés és képzőhely Magyarországról. Ez az ISOP, ez az Európai Tervező Képzőhelyeknek az egyesülete. És 18-ban 36. helyen álltunk az Eduniverzának a környezetmenedzsment képzésekről alkotott globális rangsorában, de jelenleg is a 39. helyen állunk ebben a rangsorban. És ebben egyébként előzzük akár csak a térségben található versenytársainknak a pozícióit. Itt a tágabb térségünkre gondolok. És hát nemzetközi környezet és lehetőségek is bőven vannak a szakunkon. Adja magát, hogy ezen az angol nyelvű képzésen itt egy igazi multikulturális társaság gyűlik össze. Egyébként ez önmagában is mindig lehetőséget kínál az egymástól való tanulásra. Sok különböző tapasztalattal lehet megismerkedni, amit a hallgatótársak hoznak, akár csak Európán belül, de tulajdonképpen a világ, tulajdonképpen a föld minden kontinenséről, kis tudással persze, és az évfolyam is válogatja, de ilyen szempontból nem panaszkodhatunk, de jó kapcsolataink vannak egyébként külföldi műhelyekkel is,
vendégül látunk rendszeresen minden tanévben előadókat. Ezekből a képzőhelyekből, partnerképzőhelyekből, ahogy ezt már említettem is talán, és hát jó, mert az USZ kapcsolataink is vannak, ahol relevánsan lehet olyan tárgyakat elvégezni, ami aztán beépül itt a tanulmányokban való előrehaladásba. És aki pedig nagyon el szeretne mélyülni, itt ezekben a témakörökben még a mesterképzés követően is, az egy kitűnő lehetőség, hogy itt egy geopolitikai és fenntarthatósági doktori program is létezik, ami ehhez a műhelyhez kötődik, és több hallgatónk is folytatja a tanulmányait, így a doktori képzés belül nagy örülünkre. És hát ennyi volt most ez a kis rövid ismertető.